Igazi meglepetésként érte a rengeteg ajándék és ölelés Iváncsik Gábort 70. születésnapján. A vadászpilótát a családján kívül a pilóta társak, a barátok is köszöntötték. Iváncsik Gábor története 1968-ban kezdődött Szolnokon. A sportreptéren próbálhatta ki először a repülést, amelyet sokáig szülei elleneztek, de később belátták, hogy ez az álma. Először vitorlázóval, majd légcsavaros géppel repült, aztán a honvédségnél kötött ki. Hivatásszerűen 1997-ig űzte ezt a foglalkozást, külföldön is több évig tanult. Kiutaztunk a Szovjetunióba, és ott három különböző városba, minden évben másikba, különböző típusokon kaptuk meg a kiképzést a repülésre. L-29-es, MiG-15, MiG-17, MiG-21-nek két változata, tehát a két kormányos az úti, illetve a harci géppel, és utána 76-ba jöttem haza Magyarországra, hadnagyávattak, és pápán kaptam beosztást. A pilóta rengeteg hazai és külföldi gyakorlaton vett részt, és még a testvérét is megfertőzte a repülés szeretetével. Olyan is volt, hogy mindegyikünk a levegőbe volt egy időbe, úgyhogy voltak jó történetek, szépek. A születésnapos a Kadarkúti reptéren lévő Su-22-es kiképzőgépet is körbejárta. Ezt az Aviátor repülés történeti alapítvány hozta üzemképes állapotba. Az előző évben is egy nagyon jó sikerült ifjúsági repülőtáborunk volt, ennek szerves részei ezek a repülőgépek. Én úgy érzem, tehát, hogy a múlt emlékeit meg kell őrizni, ráadásul még ez a típusú repülőgép Magyarországon ilyen fétis volt, tehát erről nem nagyon sokan látták, nem nagyon sokan tudtak, úgyhogy most meg, hogy Kadarkúton van, hát itt teljes tajtékoznak. A repülés történeti alapítvány egy helikoptert is felújított, és még egy Su-22-est szeretne megmenteni az utókornak.